A Kapos folyó mentén található Mangalica telep sok embernek okozott fejfájást az elmúlt években. A szomszédságban élők azt mesélték, nem tudnak nyáron kiülni a teraszra, hiszen mérhetetlenül sok légy és förtelmes bűzárasztja el a környéket. Emellett a kezeletlen hígtrágya szennyezheti a Kapos folyó vízminőségét. A közel egy éve húzódó Dombóvár határán elhelyezkedő sertésteleppel kapcsolatos ügy, amely rengeteg bosszúságot okozott már a lakosságnak, végre megoldódik. Másodfokon immár jogerős, végrehajtható határozatot hozott a Tolna megyei kormányhivatal. Az ingatlanon álló, szabálytalanul elhelyezett, illetve engedély nélkül felhúzott építményeket a tulajdonosnak le kell bontania. A mögöttem lévő sertésterepnek az ügye jogerősen lezárult. Most is, ahogy itt állunk, iszonyatos a bűz, a kinézetről ne is beszéljünk. Korábban is azt mondtuk, hogy ez a telep jogszabályellenesen épült fel. Most a másodfokú hatóság is megállapította, hogy szinte mindent, ami itt található a telepen, el kell bontani. A Mangalica telepen lévő létesítményeknek menniük kell, összegezte a polgármester. A takarmánytároló, a szerszámtároló építmény, a szociális konténer, illetve a sertésetetők feletti védőtető, valamint a sertés pihenő építmény és a takarmány daráló építmény is 6 hónap múlva már csak egy rossz élmény marad a városnak, sorolta Szabó Lóránt. Hát szinte minden, ami itt található, jogszabályellenesen épült. Nem is lehet kapni erre a területre építési engedélyt, tehát biztos, hogy itt mindent el kell tüntetni. A sertéstartó telep ezek az építmények nélkül pedig működtésével további jogsértést követne el, tette hozzá. Az általános állattartás feltételei kimondják, az állattartóknak gondoskodnia kell az állatok biztonságos elhelyezéséről. Ez megköveteli az épületekre, berendezésekre vonatkozó szabályok betartását. A Mangalica Tenyésztők Országos Egyesületének internetes felületén ez olvasható. Sertésenként minimum 2 négyzetméter fedett pihenőteret és legalább 2 négyzetméter szilárd padozatú kifutót kell biztosítani. A kifutó nélküli tartás nem engedélyezett. Ha a tulajdonosa úgy gondolja, hogy ezek nélkül a disznókat továbbra is itt tartja, akkor szerintem állatkínzás fog elkövetni, és ez már bűncselekménynek számít, de majd meglátjuk, hogy ez bekövetkezik-e. A tulajdonos egy közösségi oldalon azt írta, hogy az, hogy le kell bontani valamit, az nem azonos azzal, hogy be kell zárni. A döntés ennek ellenére megszületett. A határozat a közléssel jogerőre emelkedett és végrehajtható, ellene további fellebbezésnek helyen nincs. Így fél évet kapott a Mangalica telep tulajdonosa, hogy a sertések építményei eltűnjenek a területről.